valami Bohum környékén vagyok, hihetetlen égszakadás, földinduláson. Én még nem is tudom, mikor voltam utoljára ilyen esőben, ekkora mennyiségű esőre esik be. Gyakorlatilag az előbb nem láttam kettőig, annyira esett az eső. Álltak az autók az út szélén, illetve lassan mentek nagyon. Á, gyerekek, mi van ezzel a földdel, de komolyan? A végítélet mi? Eljött a végítélet? Mi meghalunk, Sanyi? Ja, csak a jó keresztények, a hű keresztények maradtak meg. Ja. Már gyerekek, hát akkor úgy válok neki ennek az útnak, hogy megjúszom. Remélem. Mindenféle probléma nélkül. 1060 km, gyere akkor. Ezt megelőzzük, mert én nem megy. 70-re mennek az autópályán. Amíg itt ebben a jó kis időben autózgatunk a 45-ös úton 400 méter magasságban, van időm elmondani azt, hogy újból fellobbant, hogy néha előjön ez az adakozás, és hogy új laptopot tudjak venni, és hát azt gondolom, hogy a legfontosabb a korrekt elszámolás ezzel kapcsolatosan. Ugye előzőleg én mondtam ezt, hogy vettem egy mikrofont a beérkező pénzekből, mert úgy voltam vele, hogy nem fog összejönni a laptopra. Most is úgy vagyok vele különben, hogy ehhez nincsen hitem. De leszámítva ezt a 20.000 forintot, 20-valahány ezer forintot, amiért vettem a mikrofont, amiben most beszélek és ami veszi a hangom, ezen felül az összes beérkező pénzt a Revolut számlámnak vagy a kártyámnak van egy ilyen al fiókja, vagy lehet ilyen al zsebeket csinálni, és csináltam egy adomány zsebet, és minden olyan pénzt, ami bejön kívülről adomány címszóval vagy támogatás címszóval, én azt abba berakom abba a zsebbe, és ezt időnközönként meg fogom nektek mutatni, akkor hol tart az adakozás, illetve mennyire tud feldúzzadni a pénz. Hát ezzel kapcsolatban csak ennyit akartam mondani, tehát nem akartam ezt túlragozni, nagyon kellemetlen nekem ez. Tudom, hogy nagyon jó fejség, tehát én maximálisan aláírom, és nem is tudok elég hálás lenni ezért. Főleg azokért az emberekért, akik saját zsebikből egy idegennek úgymond adnak pénzt azért, hogy fejlődjön, hogy fejlődhessen technikailag, illetve azért, hogy nehogy abban maradjon a csatorna, mert mint említettem, a laptopom az haldoklik, vagy hát elég furcsán viselkedik. Tudom, hogy mondják azt, hogy ki kell tisztítatni, meg tökörötröm, de ez egy idős gép már, tehát nem mostani, ez már nagyon öreg gép, most már nehezen veszi az akadályokat. Abba a formátumban be szeretnék én dolgozni, azt egyszerűen képtelen megbírkozni vele, úgyhogy egy nagyobb teljesítményű gépre van szükség, úgyhogy ezért
hát bízom benne, hogy kitart és nem fog cserben hagyni ez a gép, és idő előtt tönkre megy, akkor tökön szorom magam. Ha így őszintén akarom kifejezni magam. Na jó van gyerekek, ennyi volt, jó? Tehát mutatni fogom akkor, hogy hol tart a dolog. Na hajrá Szili, akkor gyerünk. Nincs mások 965 km és ott is vagyok. Ezt fél lába ki lehet bírni, nem? Na, jó reggelt kívánok Vépről mindenkinek. Hát ez a galambos logisztika, ahol hoztam a cuccot, és kapásból azt kell mondanom, hogy nagyon kulturált, ahogy kinéz, és nagyon kedves volt például a portás, aki beengedett, az már először furcsa volt. Aztán bementem az irodába, kettő hölgy volt bent. Hát le a kalappal. Ők is olyan készségesek voltak és aranyosak voltak, innen is puszi és ölelés nekik. Kiderült, hogy nem oda kell vinnem abba az irodába, vagy abba az épületbe az árut. Ezért megmondták, hogy merre menjek itt a üzemen belül. És hát hol a sorompó? Nincs sorompó. Na mindegy. És oké. Okay. Na, mit akartam? Tehát a két hölgy nagyon készséges volt, nagyon aranyos volt. Elmagyarázták, hogy merre és hova menjek. Aztán elmentem oda. Ott egy másik hölgyel találkoztam. Szintén nagyon aranyos volt. És nagyon kedves volt. Rátulatok a rámpára. Közben megyek, mert most nem tudom, mit kell csinálni, de hát... nem szólt rám senki, most kéne bármit is mutatnom, vagy mondanom. Mit akartam? Bementem a rámpára, és hát jön a targoncás, és úgy kezdődik, hogy hoppa, egy híresség. És tökött beszélgetünk, úgyhogy bemutatom nektek a Galambos cégnél az egyik legjobb fejebb targoncást, Hajas László. Laci, köszönöm szépen a beszélgetést, tényleg egy élmény volt, és én nagyon örülök, hogyha valaki ilyen pozitívan látja a dolgokat, és hasonlóan gondolkodik, mint én. Ez pár perc alatt kiderült, úgyhogy tök jó volt. Hát a következő életre csupa szívből kívánok nagyon-nagyon nagy sikereket, és hát kívánom azt, hogy minden jöjjön helyre, mind a ketten tudjuk, hogy miről beszélek, úgyhogy tényleg szívből kívánom a legjobbakat az elkövetkezendő évekre, jó? Úgyhogy kitartás és fel a fejjel. Köszönök szépen mindent, illetve köszönök szépen mindent innen Vépről. Ott vagyok Vépen? A Galambos Logisztiktól, ról, ből megyek haza, aztán legközelebb majd jövök, ha megyek. Hello! Facebook, Insta, minden, gyertek, léci, oké, okay, iratkozzatok fel a YouTube-ra is, nyomd már meg azt a gombot, léci, kapsz egy libacombot, érjük már el a 10 000 főt, úgy szeretném. Nem sok kell már, 200 fő. Vagy 2000. Na, 2000. Vagy 1000. Mennyi? Nem tudom, mennyien vagyunk. 8000. 7800-an vagyunk. Ja, tehát 2000 valamennyi kell még. Gyertek már, léci. Na, szevasztok. Na, hello. Figyelj, így hazafele azért meg kellett állnom ezen a helyen. Mert várjál, meg közben jött egy ismerős. Úgy történt, hogy jöttem Sárváról és György meg szembe jött velem. Pont a hídon, ugye a híd környékén volt egy ilyen piros lámpa. Azt ott variáltam, mert meg kellett állni. Aztán jött egy furgon, az dudált egyet. Azt néztem is, hogy miért dudál. És egyből jött egy pár másodperc rá egy üzenet, hogy én voltam, én dudáltam neked, Szili, jaj, de jó, megállnál, találkozhatnánk. És mondtam neki, hogy gyere utánam vissza, mert itt megállok a Sitkei kápolnánál, hogy is akarok egy pár felvételt csinálni. És ide jött. Keresd Andrási Györgyöt, hogyha vadhúst szeretnél, ha például van éttermed, vadhúst vagy marhahúst, szóljál neki, hívjad, és viszi neked, hallod? Nagyon jó áron, és nagyon korrekt.
találkoztunk, beszélgettünk, és tényleg nagyon köszönök mindent, nagyon jó eső érzés. Ez ma a második ilyen kis beszélgetés, ilyen röpke, rapid beszélgetés, ugye egy volt, ahol lerakottam, egy meg itt most Sitkén a Györggyel, úgyhogy jó utat kívánok, jó vadkereskedést kívánok, és még egyszer mondom mindenkinek, hogy akinek szüksége van vadhúsra, az keresse Andrássy Györgyöt. Na, itt meg kellett állnom, mert képzeljétek el, pont a YouTube-on néztem egy olyan sorozatot, még a Filmmúzeum csinálta, ahol is bemutatják a különböző régi együtteseket a 80-as években, ahogy hogy alakultak meg az együttesek, és hát jött a korál, és ugye Balázs Fecó beszélt arról, mikor vége lett a korálnak, hogy szembe jött vele ez a kápolna, ami itt van mellettem. Sitkén vagyok, és ugye minden év augusztus utolsó szombatján itt rendeznek hatalmas koncerteket. Ez az ötlet, hogy ez a kezdeményezés a Fecótól az onnan indult, vagy azért indult, hogy szerette volna ezt a kápolnát felújítani és rendbe tenni, és így kérte a zenész társait, hogy segítségül hívta, és ez megszületett, illetve szépen fel is újították, és hát sajnálatos módon ugye Fecó az idén elhunyt, és hát nem tudom, hogy mi lesz most itt a kápolnával, viszont úgy gondoltam, ha már erre járok, akkor illik megmutatni. Az az igazság, hogy én voltam én itt télen, és csináltam felvételt, akkor a színpadi rész, ami ez a beton itt elől, tele volt különböző fotókkal, koszorúkkal, szallagokkal, és mindenféle Fecóra emlékeztető dolgokkal, és olyan szomorú látvány volt az egész, hogy nagyon nagy szél volt, és fújta szét a mécseseket és a fényképeket a szél, és annyira szomorú látvány volt, hogy végül is nem raktam be a videóba ezt a sitkei látogatásomat, pedig akkor közelebb mentem. Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy már nincs is meg a felvétel, mindegy. Szóval szomorú apropója van annak, hogy itt vagyok. Azt viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az idei sitkei koncert az, nem tudom, hogy megrendezése kerül-e a Fecó halálával kapcsolatosan, de majd kiderül augusztusban, vagy nem tudom, ha érdekel benneteket, akkor nézzétek meg, vagy nézzetek utána. Ez volt akkor egy ilyen röpke bejelentkezés innen Sitkéről. Nagyon szép a kápolna különben. Remek terület, remek helyszín. Hajrá, Sitke! Na, csókolok mindenkit, szevasztok, megyek haza. Talán mutatok egy ilyen felvételt Sitkéről, jó? Maga a faluról, mert Magyarország az otthonunk. Na, szevasztok! Szevasztok, hát ismételten úton vagyok, ugye Vép vagy Szombathely után. Következzen Kecskemét, és egyből a Bentele híddal indítunk. Tök jól néz ki, átmegyünk a Dunán. Az egyik leg,
leglátványosabb hídunk szerintem. Ritkában alkalmam erre jönni, ha most Kecskemétre megyek és nem Budapest fele mentem, mert teljes a káosz az M0-ással, hanem itt Kertek alatt közelítem meg Kecskemétet. Hát régebben volt egy videóm, vagy többször is volt. Mór és Kecskeméti járatot csináltam sokat. Ilyen belföldes munka volt egy pár hétig. Ugyanaz a nyomvonal. És hát azt nem is tudom, hogy hova megyek. Mindjárt megmondom, hogy mi a cég, ahova megyek. ACPS, de lehet, hogy már voltam itt, ezt nem tudom, most nem emlékszem rá. Az a lényeg, hogy a megragott áruval Spanyolországba megyünk, akkor jó, Pamplónába. Péntek van, adott a dolog, hétvége megnyitom ezzel az úttal, és akkor menjünk el Pamplónába. Oké, minden jó vagytok, előttetek van a hétvége, nagyon jó idő van, úgyhogy használjátok ki, jó? És a kis szűk időben, amíg tudtok telefon, laptop, számítógép előtt üldögélni, hát akkor ha belekukkantatok a kis videómba, én azért nagyon hálás vagyok és nagyon köszönöm. Na, menjünk akkor tovább, jó? Száguldozom már itt az ötösön Lajos Mise közelében, Budapest felé Kecskemétről. Ugye, hol voltam, az ACSP vezető cégnél, ha jól emlékszem, az volt, igen. És hát figyelj, csak egyet tudok mondani. Perfektó volt az egész, és figyelj, három emberke ült a bejelentkezési ponton, a portán. És olyan kedves volt az egyik, mert elkezdett érdeklődni, hogy voltam a viharban, most ugye most voltak a nagy németországi árvizek, ahol sajnálatos módon nagyon sokan meghaltak. És mondtam neki, hogy pont akkor jöttem el, aznap jöttem el. Akkor már szakadt az eső, mikor elindultam, ott voltam pont fönt voltam a holland határnál Vézében. Ott rakottam le, és onnan jöttem el, tehát láttam, hogy hogy szakad az eső. És még így érdeklődött dolgokról, így a furgonozással, meg a utazásokkal, és mondtam neki, hogy ha érdekli a dolog, akkor nézem egy nyugodtan a YouTube csatornámat, mert szoktam készíteni videókat. Hallod, is annyira megörült neki, de teljesen nem hittem el, hogy van ember, aki így tud ennek örülni, hogy egy újdonságot találhat és újdonságot nézhet. Úgyhogy nagyon kedves volt, és megmondom őszintén, hogy nagyon jól esett. És, de amúgy meg az egész gyár is nagyon jó volt, tehát mindenki kedves és segítőkész volt. Úgyhogy innen is üdvözlet, sajnos a neveket nem tudom, de a három portásnak, akik a
mai napon, július 16-án pénteken 17 óra környékén a szolgálatokat töltötték a ACPS kecskeméti üzemében. Hát azokat ölelem innen is, és üdvözlöm, hogy videón keresztül is őket. Hello, szevasztok, jó egészséget és jó munkát kívánok. Hello, hello, hello. Jó legyetek, köszönök szépen mindent. Csumba. Halló gyerekek, itt állok a határon. Mindig kiszoktam készíteni a személyigazolványomat, mert hogy meg szokták nézni. Nem minden esetben, de el szokták kérni, azt én beszoktam tűzni az autó résébe, azt itt van kéznél mindig. Nyúlok a kis táskámért, hogy akkor kiveszem a szémimet, és szerinted itt van a kis táskám? Hallod? Mindjárt felrobbanok, otthon hagytam a táskámat, az összes papírommal, mindennel együtt, és itt vagyok a határon. És meg kell magyaráznom, hogy nincs dokumentum, hogy vissza akarok fordulni, ezt majd mondjam el a magyarnak is, hogy nincsen. Így indulni egy utazásnak. Eljöttem, nem tudom hány száz kilométert lementem Kecskemétre vissza, és ez idő alatt nem vettem észre, hogy nincs nálam a táska. De a határon. Olyan helyzetben, hogy már nem tudok visszafordulni. Hihetetlen. Hú, de ideges vagyok. Azért ilyen piros a fejem, mert mindenkinek világít a féklámpája előttem, mert hogy baleset van. Ausztriában épp, hogy átjöttem. Hát nem épp, de átjöttünk a hegyes halomnál, és itt a A4-esen. Hát nem olyan régóta, nem olyan rég lehetett, hogy történhetett a baleset, most jött a helikopter, mentő helikopter. És hát megállt az egész sor, most fog leszállni. Itt szemben nem tudom mennyire látszik. Tehát lehet látni egy pontot. Hát ott a helikopter, most lehet látni a lámpája, hogy fordul. Hát próbál valóban leszállni, szerintem nem nagyon találja a helyét, hogy hova szálljon le. Az útra fog leszállni, ja, elénk pont. Ha minden igaz, de hát én nem állítják meg a másik sort is. Ja, az útra száll le a helikopter, szerencsétlen, aki megint ilyen bajba került. Hát nagyon kívánom, hogy jóra forduljon. Amikor mentő helikopter jön, akkor már túl jó. Kimenetele nem, nincs a dolognak, nem tudom mi történt, nem lehet oda meglátni, pedig nincs messze tőlem, pár száz méterre, tehát látom a rendőr hol villog. Na, nagyon kívánom, hogy ne legyen nagy baja, vagy épüljön fel. Nyilván valami problémája akadt, hozzát le a helikopter. Gyerekek, annyira kell vigyázni az utakon, hogy hihetetlen. Jó reggelt! Bourbon Nancy, Bourbon Nancy, Bourbon Nancy, Bourbon Nancy. Ez a városkának a neve, és ilyen jó reggelt, egy ilyen kávézós, sétálgatós ébredéssel nyitom akkor így a vasárnapot, itt Bourbon Nancy-be. Van egy ilyen kis tavacska itt az út mellett, nem messze, ami átszeli a várost. Ezen szoktam jönni, hogyha kikerülöm azt a bizonyos N79-es útszakaszt, és akkor erre hoz az út. És hát most itt sikerült megállnom parkolni és aludni. Mindjárt látod az autót, hogy hol áll, látod? Hát ott van, mögöttem, és akkor erre meg van egy ilyen kis tavacska. Megnézzük, meg egy kávézunk. Egyet itt a tópart mellett, megnézzük a kacsákat. Amúgy különben nincs neve a tónak. Próbáltam megnézni, hogy gyakorlatilag hol vagyok, de az nincsen ilyen információ róla. Annyi van ráírva a térképre, hogy mi van ráírva? Vidám park, vagy valami ilyesmit írtak. Amit nem nagyon vágok, hogy mi az, hogy Vidám park. Van egy-két ilyen tornázáshoz
kirakott ilyen eszköz, drótkitéren való csúszkálás is van, ilyen pici pálya gyerekeknek szerintem. Na mindegy. Figyelj, azt hagyjál, hogy vidám park, de nem vidám park, hanem tó és a gémek. Fél trebdesnek, mutatom. Nem megyek közelebb, hátra látszik valami, figyelj. Madarak vannak, itt költenek, vagy nem tudom. Nem vidám park, hanem állatkert. Bakker, még az hal is ugrott, láttad? Ja, hát gémek ezek, túl sok nem látszik belőlük, mert fönn vannak a fán. Keresek egy padot, aztán leülök és indítom a kávézást itt reggel. Csak nem tudom, hogy hol találok padot, de mindegy, van itt valami, mindjárt megnézem azt. Hallod a hangját? Hát nagyjából így néz ki ez a kis tavacska. Túl nagy látványosságot nem rejt, de hát sétálni, biciklizni, gyereket sétáltatni, kutyát sétáltatni, tökéletes helyszín. Amúgy nagyon szép hangulatos, hogy kárognak ezek a madarak itt. Ja, van horgász is, percás. Ott van egy sátorral az emberke. Próbálja a legnagyobb halat kifogni. Ja, nekem itt kell mennem. Igazából körbe lehet sétálni az egész tavacskát. Úgyhogy tényleg nagyon jó kis szabadidős program lehet. De hát nekem erre aztán nincsen idő most jelen pillanatban, mert még 800 kilométert le kell csűrnem. Úgyhogy ezt csak azért mutattam meg, hogy lássátok ti is, hogy milyen stressz ér engem ilyenkor utazás közben. Milyen környezetben tudok ébredni és felriadni, vagy kávézni. Na, akkor lódulás tovább. Köszönöm szépen, Bourbon Nancy. Itt lehettem. Csapassuk tovább, jó? Na, csimba.